Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől vehette át Kovács Krisztián, a Fasztron Hungária Kft. Ügyvezetője a kormány támogatói okiratát. Sikerrel pályáztak az állam versenyképesség növelő támogatási programjára. Az autóalkatrészeket és egyéb elektronikai és finom mechanikai eszközöket gyártó cégnek több száz alkalmazottja van. A vészterhes idők ellenére mégis úgy döntöttek, hogy belevágnak egy új, összesen 564 millió forintos beruházásba. Mesterséges intelligenciát vonnak be a termelésbe, robotizált formában, és új összeszerelőgép sorokat vásárolnak. Ehhez 282 millió forintnyi támogatást kapnak az államtól. A következő egy évben eszközberuházást és fejlesztéseket hajtunk végre. A tervezett 1,6 millió euró értékű beruházással technológiai újításokat valósítunk meg, amely lehetőséget fog biztosítani új piacok elnyeréséhez is. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az újrainduló gazdasági versenyhelyzetben a lehető legjobb pozícióból tudjanak indulni. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője azt mondja, Tolna megyében több ezer munkahelyet sikerült megvédeni a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseinek köszönhetően. A szekszárdi választókörzetben közel 150 vállalkozás kapott kormányzati támogatást a Covid vírus okozta gazdasági hátrányok ellensúlyozása érdekében. Ez a közel 150 cégnél lévő támogatás mintegy 2000 munkahely megőrzését szolgálta közvetlenül. A támogatói okirat átadása után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy a magyar kormány eddig már több, mint 169 milliárd forinttal segítette a magyar vállalkozások fennmaradását, ebből 2,6 milliárd forint Tolna megyébe érkezett. Ebben a beruházási programban, amelyben most a Fasztron Hungária is támogatást és segítséget kap, összesen 11 Tolna megyei vállalat kötelezte el magát, összesen 5,3 milliárd forintnyi beruházás mellett. Tehát a következő hónapokban Tolna megyében 5,3 milliárd forintnyi beruházás jön létre, még egyszer mondom, egy olyan időszakban, amikor alig hallunk pozitív híreket a világgazdaságból. Ezzel a támogatással eddig országosan 143 ezer munkahelyet tudtak megőrizni, ebből közel 1400-at Tolna megyében.